hány hónap, hány hét múlva oldódnak fel ezek az anyagok, vagy pedig bomlanak le. A különböző anyagok lebomlási idejét tanítja ez a feladat. A Kezedben a jövő című interaktív kiállítás a környezetvédelem fontosságát mutatja be kreatív módon a fiataloknak. A tárlatnak egy héten át adott otthont a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ. A Váci Mihály Kulturális Központ nem először ad helyet olyan kiállításnak, amely az oktatást nagyban segíti, elsősorban az általános iskolai oktatást. Ez a kiállítás környezetvédelmi témájú, fenntarthatósági témájú, Kezedben a jövő, ez a címe, és azért tartottuk fontosnak, hogy ez a kiállítás ellátogasson hozzánk, mert azon túl, hogy az oktatásban nagyon jól használhatóak azok az ismeretek, amiket itt megszereznek a gyerekek, azon túl szemléletformáló célja van, figyelemfelhívó célja van. Nagyon aktuális a téma, hiszen a környezetvédelem napi szinten ott van a médiában, ott van a hétköznapjainkban, és én úgy gondolom, hogy a jövő generációjának ezzel együtt kell élnie, ebbe nagyon fontos szerepe van gyakorlatilag a mostani fiataloknak, hogy a földünk állapota milyen irányba fog változni. A kiállítás egy paravánrendszerből áll, amely 4 egységre bontva mutatja be földünk erőforrásait. A tudástár mellett a játékos feladatok is az ismeretek mélyítését szolgálják. Ez a csoport a nyíregyházi Móra Ferenc általános iskolából érkezett. Az intézmény Örökös Ökoiskola címet visel, ezért is tartották fontosnak, hogy ellátogassanak a kiállításra. Tetszik nagyon is, ami felkeltette az érdeklődésemet, nagyon az a élővilág igazából. Élővilág, hogy milyen, hogy feladatok nagyon mókások, viccesek és minden jó igazából. Szerinted te tudsz tenni már a környezetért, a környezetedért? Hát szerintem tudok tenni, főleg ha nem szemetelünk és energiatakarékosan élünk. Szerintem én ennyit tudok tenni legalább. Neked hogy tetszik a kiállítás? Nekem is nagyon tetszik, és hát annak nagyon örülök, hogy az ilyen velünk korú gyerekek is megérthetik így, ilyen formában ezt a egészet. Az iskolában mennyit tanultok a környezetvédelemről, a természet megóvásának fontosságáról? Elég sokat tanulunk, most jövő héten lesz egy fenntarthatósági témahét is, ökovásárról. A kiállítást egy héten át, november 17-éig láthatták az érdeklődők. Ez idő alatt több mint 1000 általános iskolás látogatott el a tárlatra.